Nagyon nyüzsgés ebben a helyiségben, nem véletlenül, hiszen az egyetemisták csak akkor jöhetnek ki belőle, ha a rájuk bízott feladatot megoldották. Nagy tehát a tét és a szakmai kihívás is, hiszen ez az egyik James Bond filmben is használt Aston Martin alváza. Ezzel kapcsolatos teendői voltak a fiataloknak. Ez pedig már a gyártósoron egy önvezető targonca, amelyet a versenyen résztvevő fiatalok programoztak be, de számításos, kommunikációs és kreatív része is volt a bajnokságnak. Mi a csapat tagjaival együtt mindannyian logisztikai mérnöki képzésen vagyunk. Az egyetemen 6. szemeszterben járunk, termelés logisztikán, szóval ez teljes mértékben megfelel a Hydro portfóliójának, hogyha azt nézzük. Azért jó erre a versenyre jönni, a kérdésre válaszolva. Szakmailag nagyon sokat tud fejlődni az ember, megtanulja, milyen egy projekt valójában, illetve hát kapcsolatokat tud építeni, nagyon sok emberrel tudunk megismerkedni. A Hydro 2 éven át lobbizott azért, hogy megrendezhessék a döntőt. Fontos számukra az utánpótlás képzés és az, hogy minél több leendő szakember megismerje a náluk végzett munkát. A termelésben olyan feladatokat találtunk ki, amelyek gyakorlatorientáltak, és 20 perc alatt stressz helyzetben a csapat egészének kell egységesen jól dolgoznia, úgy, mint az életben. És hogyha ezek a skillek megvannak, akkor az eredmények jók lesznek. Tehát nem a lexikális tudás mostanában már a fontos, hanem az, hogy ki és miként szerepel. A nagyvállalatok logisztikai vezetőinek klubja idén 11-ére szervezte meg a versenyt. A klub célja a logisztikai szakma szépségeinek népszerűsítése. Nagyon izgalmas szakma, ahol érdemes dolgozni, egyébként még jól is lehet keresni, lehet használni a nyelvet, fontos van arra a képességre, a kreativitásra, a csapatmunkára. És azt gondoltuk, hogy ezt úgy hogyan tudnánk megvalósítani, és 10 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy szervezünk egy olyan bajnokságot csapatoknak, amin egyetemisták tudnak indulni, és ezt megszerveztük különböző cégeknél. Összesen 19 egyetemről jelentkeztek a versenyre, de a döntőbe csak 6 csapat jutott be. Ők jöttek a Hydrohoz.